Tavaly évvégén beszélgettünk arról, hogy a Menopauza Egyesület egy ultrahangos fejre gyűjt, melynek a nőgyógyászati vizsgálatok megkönnyítése ugye a célja. Hol tart a gyűjtés? Hát örömmel jelentem, hogy sok az adakozó, és a lakosság körében ez egy igen jó kezdeményezésnek bizonyul. Nagyon örülnek neki, ugyanis a szakrendelőben, hogy ez az ultrahang fej nincs, ezért hiába megy el a nőgyászati szakrendelésre, az orvos mindig jelzi felé, hogy igazándiból akkor teljes a vizsgálat, hogyha egy ultrahanggal is meg tudja nézni az illető hölgyet, ezért leküldi őket vagy Keszthelyre, vagy Ojkára, vagy esetleg Tapolcára, mert ott is van erre lehetőség, és így hát le kell oda utazni, ki kell fizetni ott a rendelési díjat, és én úgy gondolom, hogy mivel nekünk itt helyben van egy szakrendelőn két orvossal, ne kelljen már elmenni itt a térségi és a sümegi lakosoknak vidékre, más városokba ahhoz, hogy ez a vizsgálat megtörténjen. Ha jól tudom, akkor ez közel 700 ezer forint ez a készülék, vagy ez a fej. Mennyit sikerült eddig összegyűjteni körülbelül? Hát közel 400 ezer forintot sikerült összegyűjtenünk, úgyhogy úgy gondolom ez egy nagyon szép eredmény. Itt gyógyszercég, vállalkozó és orvos is az, aki nagyobb összeget tett ebbe az adománygyűjtési akcióba, és a lakosság körében is. Hát nincs limitérték, ezertől a csillagos égig lehet rakni, és úgy gondolom, hogy meg is lesz ez az összeg, és minél előbb a rendelkezésére tudjuk bocsájtani a kistérségi több célú társulásnak. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne adakozni, vagy szeretne hozzájárulni a készletnek a megvásárláshoz, akkor kit keressen, hova forduljon? Igen, van egy számlaszáma a civil szervezetnek, ugye ezt a Menopauza és Oszteoporózis Egyesület indította el ezt a kezdeményezést. Új nevünk lesz, az egészségkör lesz, sokkal egyszerűbb és kimondhatóbb lesz ez a név, de nekünk van egy számlaszámunk, amire át lehet közvetlen utalni. Én ezeket a felhívásokat kitettem az orvosi rendelőbe, gyerekorvosiba, járóbeteg szakellátóba, intézményekbe, és mellé csatoltam bankszámlaszámokat is, de a civil egyesület tagjai, akik járják a várost és gyűjtik ezt az adományt, náluk is lehet befizetni, és akkor nyugtát kapnak róla. Az Egyesületnek az 1%-ot is fel lehet ajánlani? Igen, 1%-ot is fel lehet ajánlani.